Divatportálunk új videósorozatának első epizódjában Bálint Sárához látogatunk el, aki mennyasszonyi ruhákat készít. Csáó! Sára, mennyasszonyi ruhákat tervezel, de nagyon speciális dolog az, amit különlegesek a te mennyasszonyi ruháid, hogy régi csipéket hasznosítasz újra. Mikor kezdted ezt a technikát, és tulajdonképpen hogyan áll össze egy ilyen csipke darab? Ez úgy alakult, hogy kaptam valahonnan egy nagyobb adag ilyen régi csipkét, és akkor addig-addig rakosgattam így ide-oda, amíg egyszer csak így úgy gondoltam, hogy fú, ebből kéne valami ruhát csinálni. És egyébként az első ilyen mini kollekció, amik újrahasznosított csipkéből készültek, az nem is esküvői ruha volt. Később egy-két évre rá gondoltam, hogy hát azért ez a csipke, ez azért lehet, hogy inkább egy esküvői ruhának állna jól, és akkor így készült. Mennyi kézimunka van ebben? Tehát tulajdonképpen hogyan rakod össze a csipkéket, és mennyi idő például egy ilyen márka összeállítása? Azon felül, hogy ugye összeállítunk, meg kitalálunk belőle egy ruhát, ugye ebben már rengeteg kézimunka van, amikor megérkezik, tehát amikor megfogja az ember ezt az anyagot, már van benne egy olyan minőség, ami egyszerűen mai fejjel így felfoghatatlan. És akkor utána ezeket egymás mellé rakosgatva mindennek meg kell találni a megfelelő helyét. A ruhák unikálisá válnak, tehát hogy nem lehet reprodukálni egy-egyben ugyanazt a dolgot. Látogatásunkkor a szépséges orsigat felpróbálni hagyjuk tavaly ihletésű ruháját. Ez egy nagyon izgalmas esküvői ruha. Ez úgy áll össze, hogy van egy felső részünk, ami ebben az esetben egy body. Van erre egy hosszú ujjú, gombos hátú, gombos ujjú felső részünk kifejezetten a templomba. Van egy nagyon szép csipkével szegélyezett fátyolunk. Van egy hatalmas tűszoknyánk természetesen. Ez egy olyan tűszoknya, aminek több érdekessége van. Például az, hogy az orsi, mivel balerina, ezért szeretett volna benne táncolni, és ezért egy teljes kör bélése van ennek, hogy megfelelően lássan benne spárgázni, illetve lába teválni. Illetve van egy zsebe, ami azért nagyon praktikus, mert ebben egy 100-as papírzsebkendőt azért így darabokban el lehet rejteni, hogyha az ember meghatódik az esküvőn, akkor legyen hova nyúlni. Ehhez kapcsolódik egy külön felvehető muszáj, aminek egy ilyen hatalmas masin van a fenekén, és szépen gombokkal kapcsolódik, ugyanúgy, mint a felső rétegnek a háta közepén. Ez a felső rész is nagyon különleges, több részből áll. Ez a hosszú ujjú felső rész, ez a templomba készült, majd az orsiaknak lesz majd templomi esküvés. Itt láthatunk a vállán ez a hattyúktava témához kapcsolódó kis tollas vádiszt, ami leszedhető, tehát ennek itt van kis rejtett patentja, és ezt az alatta lévő csipke felső részre át tudjuk majd patentolni. A felső résznek a csipkéje nagyon különleges, két különböző csipkét dolgoztunk össze. Az egyik ez a 3D-s, ahol térbe lévő kis virágok, illetve tollak borzolják egy kicsit itt a kedélyeket a vállán, illetve az ujja végén vannak ilyen kis térbeli levélkék, meg ugye a mell részén és a derekán is látunk ezekből, illetve a nyakán is látunk ezekből darabokat. A másik csipke, az pedig az alatta lévő, de a nyakán is látható arany, illetve tört fehér hímzett csipke. Én lehozok egy csipketerítőt, és azt mondom, hogy ebből szeretnék egy mennyasszonyi felsőt például. Akkor hogyan lépünk tovább? Ha van egy nagyon-nagyon szép darabunk, ami egy egészen pici darab, tehát csak mondjuk egy nyakkivágásra elég, csak egy kis ujjáról van, akkor tulajdonképpen egy kicsit ilyen gombhozakabát érzésű lesz az egész dolog, mert ugye ahhoz kell kitalálni az összes többi részt. Nyilván figyelembe kell venni azt, hogy kinek milyen jó, hogy milyen a testalkata, milyenek a színei, milyen a stílusa, tehát hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, de kell az, hogy legyen egy kályha, amiből kiindulunk, és akkor szépen köré lehet építeni az egészet. Ezt a kis gyöngyös gallért, mert nem is tudom, hogy honnan kaptam, de annyira különleges,
kis darab, hogy úgy gondoltam, hogy a köré lesz építve egy ruha. Ugye a fenntartható divatnak is valahol a képviselője vagy. Tehát mit jelent számodra ez? Tehát maga ez az egész ökodizájn, meg a fenntarthatóság. Mindig azon gondolkodom el, hogy aki ezzel nem számol, az mit gondol, hogy mi lesz 20, 30, 40, 50 év múlva. Szóval, hogy itt én azt gondolom, hogy itt nem egy mozgalomnak a tagja vagyok, hanem egy ilyen józan paraszti ésszel, egy felfogható világfejlődésnek a része az, hogy igenis gondolni kell arra, hogy mi lesz a jövőben. Nekem ez egy teljesen természetes dolog, hogy odafigyelek erre. Másrésztről meg azt gondolom, hogy ami minőségi, az minőség is marad. Úgyhogy ezek a csipkék is olyanok, hogy vétek lenne őket kidobni, vétek lenne nem figyelembe venni, hogy mennyire remek lehetőség van benne. A sorozat támogatója a Hungária Pezsgő.